zene után itt vagyunk megint, tehetséggondozás után sporttal folytatjuk, bár azért itt is el kell némi tehetség szerintem. A kazincbarcikai ördögökkel folytatjuk most, Badalik Szabolccsal, utánpótlás szakágvezetővel. Szia, köszöntelek! Köszöntöm én is a nézőket, köszöntöm. Ráadásul ugye a férfiak között. Tegyük tisztába tulajdonképpen valahol ezt a történetet, ugye futsalról fogunk beszélgetni, ezt már tisztáztuk, mielőtt még itt elkezdtünk beszélgetni az előadásban, hogy futsal vagy futsal, mert ezt kétféleképpen mondják minimum, én is többféleképpen hallottam, de akkor a hivatalos, a helytálló az a futsal. Hát a futsal, ez a nemzetközi, azt gondolom ez a helyes. Akkor legyen ez, hogyha ez a helyes. És ugye a férfi van itt megemlítve, akkor ezek szerint van női szakág is? Van női szakág, mi még ezt nem tudtuk az idén beindítani, terveink között szerepel majd ez is, ez majd a jövő zenéje, természetesen fejlődésünk egyében majd. Tegyük tisztába, hogy mi is maga a sportág, mert ahogy én is mondtam neked is az imént még adáson kívül, nyilván a nevét én is hallottam, így meg úgy, de most akkor tisztáztuk, hogy futszál. Ezzel biztos mások is vannak így, nem feltétlenül tudják, hogy ez micsoda. Még talán odaig eljutnak, hogy fociznak emberek teremben, de mennyire van köze ennek a úgynevezett, nem tudom, nagypályás focihoz, mennyire nincs? Igazából, tehát annyi nem 22 ember kerget egy labdát, hanem itt ugye 10, hiszen 4 plusz 1-es létszámban játszanak a csapatok, ami mégis a teremlabdarúgásnak egy speciális szakága, tehát a labdarúgásnak egy külön szakága ez, tehát ebből már ugye világbajnokság is van, ugye, tehát ez egy komoly szakág, igazából speciális szabályokkal teremlabdarúgás. Szerintem ez a legegyszerűbb és a legérthetőbb talán. Hát igen, mert ugye teremfociról is hallottunk már régen is, csak akkor nem így hívták, hogy futszal. Akkor ezek szerint a kettő az ugyanaz? Tehát a régi teremfoci dolgokat, ha az ember nézte a tévében, az most kb. Ugyanez? Vagy az nem, van különbség? A teremlabdarúgás az 5 plusz 1-jel játszották, illetve van más kontinensen van, ahol 7 plusz 1-es vagy 6 plusz 1-es terembajnokságok is vannak, de maga a futszal az egy külön szakág, az egy elfogott szakága, ugyanúgy, mint a strandlabdarúgás. A labdarúgáson belül, és neki egy speciális szabályai vannak, ők 4 plusz 1-ben játszanak. Nyilván itt amiatt is, hogy kisebb a pálya, tehát nyilván egy nagyobb pálya jobb, hogyha több ember játszik, itt egyszerűen az már tömeg lenne talán, nem tudnának rendesen játszani, nem? Szerintem a látvány szempontjából mindenképp szerencsés az, hogy kisebb létszámmal játszanak a csapatok. Én azt gondolom, hogy ha valaki kilátogat, és szerencsére az elég sokan kilátogatnak kazincbarcikán, és elég sokan szeretik a teremlabdarúgást is, ezen belül már most a futsalt is, úgyhogy mindenképp jó mérkőzéseket is, és nagyon jó dolgokat láthatnak. A pályaméret az gondolom szintén lényeges, tehát nem mindegy, hogy mekkora pályán játsszák ezt. Nem, természetesen kézlabda méretű pályán játszunk, ugyanúgy kézlabda méretű kapuval igazából. Ami talán a szabályok közül speciálisít, ugye a durva játékot azért annyira nem engedik, ezt úgy díjazzák, hogy általában a hatodik szabálytalanság után már 10 méterről kisbüntetőt rúghat a... Hatodik? A hatodik. Az nekem soknak tűnik, de lehet, hogy egyébként kevés. Hát azért figyelnek erre a csapatok, pont ezért van az megakadályozva, hogy itt nem küzdősportot csinálnak, ebből, hanem inkább egy látványsportot. De nyugtassunk meg, mindenkit gólra játsszák azért ezt is. Természetesen gól. A kazincbarcikai ördögök egyébként most az MB2 keleti csoportjában ugye a harmadik helyen végzett, tehát erről is beszélünk. Ez azért egy szép eredmény, én azt gyanítom, még úgy is, hogy nem sok közben van a sportághoz. Azt gondolom, hogy és vezetőtársaim nevében is beszéltek, hogy nagyon büszkék vagyunk a csapatra. Második éve vagyunk a futsal színpadán, mindkétszer az MB2-be tudtunk elindulni, mindkétszer bronzérmet tudtunk szerezni. Azért ez azt gondolom, hogy ez egy kiegyenlített teljesítmény. De hát nyilván a terv az az volt, hogy most egy picit akkor jobb legyen, mint legutóbb, és akkor a következő terv is ez. Nem, igazából nagyon szerény a mi célkitűzésünk, mindig az, hogy az első hatba végezni az alapszakaszba, hiszen két részről áll a bajnokság, áll egy alapszakaszból, ahol az első hatba szeretnék végezni mindig, hogy így a felsőházban tudjunk szerepelni, ami a biztos bemaradásunkat jelenti. Ezen felül a rájátszásra mi teljes mértékben úgy tekintünk, hogy egy utalomjáték, és itt tudjuk legalább bemutatni a saját fiataljainkat. Mert nyilván a cél ez, hogy majd a fiatalokat beépíteni. Hány csapat van egyébként országosan? Tehát még egy bajnokság van ebben, akkor hányan szerepelnek? Hát a mi bajnokságunkban 12 csapat van. És ugye ez van egy alapszakasz, itt játszik mindenki mindenkivel, itthon idegenben, és két részre osztják utána a bajnokságot. Van az alsóház, akik küzdenek ott a kiesésért, illetve van a bajnoki címért lehet küzdeni a felsőházban, ami a feljutást jelenti. És minden csapatnak van egy ilyen neve, mint hogy mondjuk ördögök? Tehát ez kicsit nekem ilyen amerikai focis vagy, nem tudom, a jégkoromban szokott ez még lenni, hogy van valamiféle, egy ilyen jópofa név. Nagyon jó gondolod, igen, pontosan a jégkorong. Ugye az jégkorong egyesület volt, 1992-ben alakult, ezt sikerült átvernünk nekünk így hosszú évek után, aztán jelenleg 4 szakosztályon működünk, tehát van a jégkorong, floorball,
illetve futszál és strandlabdarúga szakosztályunk is. És akkor milyen nevek vannak még egyébként a bajnokságon belül, csak most erre is kíváncsi vagyok, hogy oké, ti vagytok az ördögök, akkor mik vannak még? Igazából a Rubeola FC, talán a Budapesti csapat, ők lettek a bajnokok, ők fel is jutottak, sikerült nekik a feljutás, amire szintén gratulálunk az NB1-be, ők már a jövőre ott kezdik, de idén például nagyon úgy néz ki, hogy a Ferencváros ide fog kerülni hozzám, mivel késett az NB1-ből, tehát lesz a Ferencvárosi Tornaklub, akkor van az Energia ST Gyöngyös, akit kiemelnék. De ezek ilyen megszokott nevek, tehát akkor nincs ilyen, nem tudom, hogy a Hét Törpe SC, vagy... Ilyenekkel azért nem... Havukipőke, vagy valami, tehát akkor csak arra vagyok, hogy van-e még egy ilyen fantázia? Hát a Rubeolát, hogyha ha lehetne, azért azt gondolom. A többiek, én úgy gondolom, hogy mindenki... Mindenki is futi, mint egy Energia ST, vagy ilyenek. Jó, hát akkor ne keressünk olyat, mint az amerikai fociban, ahol tényleg vannak azért eléggé jó pofa elnevezések. Egyre itt ez még nem dívik. Oké. No, mondtad, hogy az utánpótlás, a fiatalok erre helyezetik a hangsúlyt. Hát most 2 éve mondtad, hogy léteztek tulajdonképpen. Hát a csapat fiatal, a tagok, akkor kevésbé? A felnőtt keretünk az nem feltétlenül fiatal, hiszen olyan játékosok vannak itt túlnyomó részt, akikkel én együtt fociztam, együtt játszottam éveken keresztül, vagy a strandlabdarúgó váltottban, vagy nagypályán, itt Kazincbarcikán esetleg, vagy különböző kispás tornákon, amikor te beszéltél, ez az 5+1-es tornákon, de az U18-unk az például első osztályban szintén bronzérmes lett, ami szerintem óriási dolog, és itt azért ki kell emelnem azt, hogy itt azért sok klubbal együttműködünk, hiszen mi kiegészítők vagyunk, a Diózsőr, a Kazincbarcikai Sport, tehát a KBSC, illetve a Sajóvegye Foci Suli az, aki rengeteget segített nekünk ebbe a céljaink eléréséhez. És egyébként a fiataloknak van valamilyen perspektívája? Tehát ez egy olyan típusú sport, mint mondjuk úgymond a nagy foci, ahol be lehet kerülni egy jó csapatba, és ott akkor profi szinten játszani, adott esetben ebből megélni? Mindenképpen ezt szeretnénk. Mi pontosan ezért akartunk egy ilyen mankót nyújtani a fiatal srácoknak, hogy ne az legyen, hogy mindenki csak arra fókuszál, hogy a nagypályán, hogy vagy sikerül neki a karrier, vagy nem. Hanem pontosan az, hogy legyen nekik egy olyan opció is, hogyha esetleg a nagypályás futballban nem tudnak olyan sikeresek lenni, akkor a futszában esetleg lehetnek akár NB1-es játékosok, magyar váltósportok, tehát világversenyeken járhatnak, vagy szintén a strandlabdarúgásban ugyanez. Tehát az már nem hangzik rosszul, tehát ez nem egy ilyen B-terv, hogy jó, hát ha ló nincs, jó a szamár is, tehát egyszer lehet, hogy valakinek az adottságai jobbak ahhoz, hogy egy ilyen kisebb teremben bontakozzon ki. Abszolút nem, tehát az ma már nem működik, ami még mondjuk az én időmben mondhatom úgy, bár elég rosszul hangzik, hogy mondjuk még játszottam a másodosztályú felnőtt csapatban egy Kazincbarcikán, de mellette el tudtam menni NB1-be futszálozni, meg mondjuk tudtam játszani a strandlabdarúgó válogatottal, járhattam a világot. Tehát ez ma már nem, ez ma már azért olyan szinten van, hogy itt el kell dönteni egy adott labdarúgónak, vagy az adott szakosztálynak, hogy hol versenyezheti azt a játékost. Aha. Hát itt nyilván a készségek számítanak jó esetben, hogy ki hol jobb, egyszer hol tud magából többet kihozni, vagy a legjobbat. Ez a strandot többször visszatért itt a mondókádban, és mondtad, bejártad vele a világot, az is egy jól hangzó kis történet, akár a világjárás is, ott megint mi történik? Nem kell elmondani a szabályokat, csak úgy nagy vonalakban. Az szintén egy külön szakága ugye a labdarúgásnak, és ott is speciális szabályok természetesen, ott is 4+1, ott viszont már 5-2-es kapura történik a játék, egy nagyon-nagyon látvány sport. De ez homok vagy gyert? Vagy? Homokon. Aha. Mindenképpen homokon játsszák, persze, így van. Aha. Mezítláb, tehát itt ezek ami olyan speciálisak. Az mondjuk érdekes, mert ott azért a labdafogás is azért másképpen működik. Hát teljesen más. Erőállapotot, teljesen más technikát igényel, úgyhogy... Akkor pláne érdekes, hogy te mondtad, hogy egy időben te mind a háromféle, vagy minimum háromféle dologban otthonosan mozogtál. Hát igen, igazából utólag visszagondolva azt mondom, hogy én igazából négy ember pályafutását éltem át. Aha, egy fene gyerek. Ami jó. Hát jó, én élveztem. Tehát én tényleg az voltam, akinek ha szóltak, azonnal ugrottam és mentem játszani. Én tényleg szerettem ezt az egész, én szenvedélyet csináltam. És melyik volt akkor a kedvenc? Mindenképpen a nagypályás labdarúgás amiatt, hogy itt Kazincbarcikán hazai közönséget meg tudtam magam mutatni, de én azt gondolom, hogy a strandlabdarúgásnak köszönhetek talán a legtöbbet, hiszen ott magyar váltósportról lehettem, és még egyszer mondom, világversenyeken járhattam, képviselhettem Kazincbarcikát. Ez mindenképp egy Európa játékok, azért azt gondolom, hogy az óriási dolog volt. Persze. És maga a futszál akkor egyébként mennyire rendelkezik már egy masszív rajongó táborral, akár itt is Kazincbarcikán? Azt gondolom, hogy az országban is elég elismert a mi közönségünk, tehát mind létszámban, mind a szurkolásban. Nagyon jók, úgyhogy én azt gondolom, hogy ők élvezik ezt, kimondottan szeretik, nagyon örülök annak, hogy örömet tudunk szerezni nekik hétről hétre. És hát ez a cél nyilván a magatoknak való örömszerzés is, meg a közönségnek. Én azt gondolom, hogy ez a legjobb tényleg, ha mindenkinek.
Igazából én annak örülök, a legnagyobb sikernek azt tartom talán, hogy egy összefogást tudunk itt eredményezni, mind a Kazincbarcki önkormányzat, akiknek nagyon sokat köszönhetünk, mind a környező egyesületek, tehát a KBS és a Sajó Völgye vagy a Diózsőr összefogásáról szól ez az egész, hiszen mi vagyunk egy kiegészítős sportág vagy sportágak számukra. És akkor a jövőre nézést, akkor ez az utánpótlás nevelés, illetve akkor ezzel a csapattal mondjuk megint a hatba bekerülni, amiből úgyis akkor harmadik vagy második hely is lehet akár. Igen, lehet belőle bármi, de azt gondolom, hogy tehát a hadba, tehát étellel is úgy vagyok, mindig ezt a példát szoktam felhozni, hogy annyit szedek, amennyit meg is tudok enni. Én azt gondolom, hogy ez a legnormálisabb, ha azt mondom, hogy a hadba legyünk benne, és onnantól kezdve tényleg jöhet bármi. Igen, mert ott már csak az öröm jöhet elvileg, hogy egy kis plusz. Nekünk öröm az alapszakasz is, tehát nekünk igazából minden nap egy öröm, tehát minden napot így írjunk meg, de természetesen a cél ez így van. Na de ez a jó, ez hogy valaki valami olyat csinál, amiben az örömét leli nyilván. Akkor ez maradjon így szerintem, és akkor további sikereket nektek majd. Nagyon szépen köszönöm.